Köszöntöm Önöket a Közszolgálat című magazinműsor legújabb adásában. Ezúttal a Karcagi Járási Hivatalból jelentkezünk, és már is mutatom Önöknek, milyen témákat kínálunk a mai adásban. Több ügyet egy helyen. NAV kirendeltség is várja az ügyfeleket a karcagi kormányablakban. Ügyet intézünk. Lapcímkártya igénylés ingatlanvásárlás kapcsán. Nemzeti önállóság vagy Európai Egyesült Államok az alkotmányjogász előadása az alaptörvény napján. Áttekintették a jogszabályi háttért, érettségi vizsgaelnökök felkészítése a kormányhivatalban. Már gyermekkorban el kell kezdeni. A kormányhivatal is részt vesz a közlekedési kultúra napján. Ez egy jó foglalkozás. Pályaválasztás előtt álló diákok ismerkedtek a kormányablakkal. A közigazgatás szolgáltató jellegét mutatja az is, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal két megyei kormányomlakban ügyfélszolgálatot nyitott. Az egyik itt a Karcagi Járási Hivatalban működik, ahol kirendeltség jött létre. A karcagi járás a megye járásai közül a harmadik legnagyobb. 43 ezer embert szolgálnak ki. 8 osztály működik, 3 osztálynak 3 járásra kiterjedő feladatellátása is van. A hivatal létrejötte kedvező fogadtatásra talált mind a kollégák, mind pedig a térség lakói között. Nagyon kedvező, de ezt gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy sokkal gyorsabban tudjuk az ügyeket intézni, hisz egy összevont ellenőrzésnél régebben sokkal több időt vett igénybe a különböző szakigazgatási szervek, míg összeegyeztették, hogy neked mikor jó az időpont, melyik autóval megyünk. Tehát ez ilyen részletkérdések, de ami az ügyintézésnek a gyorsaságát tudja biztosítani. Ez megvalósult, és a különböző együttműködések is sokkal zavartalanabbul működtek, hisz egy munkáltatói jogkörgyakorló van, a járás illetékessége területén is sokkal egyszerűbben lehet szervezni a munkát. A kormányablakok jelentették a nagy előrelépést a munkánk során, és az ügyintézés során, amit a lakosság tapasztalhat, hogy ugye egy helyen tudja indítani az ügyeknek igen nagy számát, és ez folyamatosan bővülő. Már most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy minden ügyet lehet a kormányablakban intézni. Egy plusz feladata van azonban a járási hivatalnak, még egy járási hivatalba jutott a megyében, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal úgy döntött, hogy itt is lesz egy ügyfélszolgálat itt a kormányablakban. Hogyan fogadták ezt a felkérést, vagy ezt az újdonságot? Hát mi nagyon-nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hisz ez is összhangban van azzal, hogy az állampolgár, aki érkezik a kormányablakban, minél több ügyet egy helyen, tehát ne kelljen azt mondani, hogy tessék átmenni a szomszéd épületbe, vagy akár az emeletre, hanem mindent abban az egy irodában. Ugye a NAV ügyfélszolgálata eddig is jelen volt Karcagon, bizonyos napokon fogadták az ügyfeleket, de ez egy sokkal jobb megoldás, hogy egy térben a kormányablakban találkozhat a NAV-os kollégákkal, és azért ez nagyon fontos számadat, hogy a mi ügyfélforgalmunk már maga az egész karcagjárás tekintetére 98 ezer főt fogadtunk 2018-ban, és ebből 52 ezer a kormányablak osztály fogadta ezeket az ügyfeleket, és ha most viszonyítunk arra, hogy karcagjárásban 43 ezeren élnek, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki legalább kétszer megfordult a nagy járási hivatalban, de a kormányablakban pedig mindenki, ez azt jelenti, hogy a nullától 100 éves korig, tehát ez mutatja, hogy egy valaki kétszer-háromszor is, és mennyivel jobb azt, hogy tudom, hogy egy helyre kell érkeznem, itt mindent intézek, tehát nem, és megszokott kedves ügyintézőkkel találkoznak, és már tudják, hogy kinél mit lehet elintézni. A miniszterelnökség 30 millió forint támogatást nyújtott az iroda kialakításához, de kellett a város polgármesterének segítsége is, aki a helyiséget adta a fejlesztéshez. Már nagyon hosszú ideje kirendeltségeket működtettünk a megyében. Itt Karcagon is már több mint 20 éve működik az adóhivatalnak kirendeltsége, és amikor megkaptuk ezt a lehetőséget, ezt a felkérést, hogy a kormányhivatal helyére, illetve betársulhatunk a kormányhivatal mellé, akkor ennek csak örömmel eleget tenni lehetett. A munkakörülményeink sokkal jobbak itt, mint az előző helyeken, illetve az ügyfelek nagyon örülnek annak, hogy egy helyen tudják intézni az ügyeiket.
Tehát például, ha veszek egy egyéni vállalkozást, aki elindítja a vállalkozását, és a kormány ablakban egy egyéni vállalkozó igazolványt vált, és mondjuk fölmerül egy kérdés, hogy és akkor az adózás egyébként ezután hogy alakul, akkor most már nem egy másik épületbe kell neki átmenni, hanem egy másik asztalhoz, egy másik ügyintézőhöz gyakorlatilag, és itt kellő felvilágosítást kap teendőiről. 2017. decemberben nyílt meg itt a kormányablakban a NAV ügyintézési helye. A 18-as év ezáltal már egy teljes évet takar. Megközelítőleg 10 000 ügyfél kereste fel 2018-ban a NAV ablakot itt Karcagon. Ez azért nagyon jelentős szám, hogyha azt látjuk, hogy azt nézzük, hogy mondjuk az egész Szolnok megyében az ügyfélszolgálatokat tekintve egy olyan 100-110 000-es ügyfélforgalmat bonyolítunk, amelybe a megyeszékhely is beletartozik. Tehát egy jó 10%-a az azért itt jelent meg a Karcagon járásban. Kevesen vagyunk, tehát kellene még létszám, mert ezt a kiszolgálást, ezt a fajta színvonalat megtartani is kell, nem csak elérni. Úgyhogy erre törekszünk, hogy ide most egy létszámfejlesztést elindítsunk. Maradunk Karcagon, ismét ügyet intézünk a kormányablakban. Ebben az adásban is ügyet intézünk, ezúttal egy lakcímkártyát igénylünk itt a Karcagi Járási Hivatal kormányablakában. Kecskés Anita lakcímváltozás miatt kereste föl a karcagi kormányablakot. Jó napot kívánok! Miben segítetek? Ingatlant vásároltam az elmúlt időszakban, nem csak kedvezmény igénybevételével, és a lakcímváltozásomat szeretném bejelenteni. Rendben. Az ügyintézéshez a mi igazolvány a lakcímigazolványra lesz szükség, illetve a tulajdoni jogot tulajdoni lappal lehet igazolni, amennyiben nem egyedül tulajdonos, úgy a tulajdonos társaknak is szükséges a hozzájárulása a lakcímváltozáshoz, illetve, hogyha haszonélvezettel terhelt az ingatlan, akkor a haszonélvezmény hozzájárulása is szükséges. A lakcímváltozásod lakcím jelentő lapot kell kitölteni. Egyedüli tulajdonos, ezért elegendő az ön egyedüli, vagy elegendő az ön aláírása. Segíthetek a kitöltésében? Igen, köszönöm. Készítettem a lakcímigazolványt, át kellene nézni az adatokat. Köszönöm szépen. Rendben, egy aláírását kérjük az átvételről. A Megyei Államigazgatási Kollégium az alaptörvény napja alkalmából ünnepi ülést rendezett a Megyeházán, melyen előadást tartott ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is. Nemzeti önállóság vagy Európai Egyesült Államok, ez most az egyik legfontosabb kérdés az Európai Unióban, és ezt a témát járta körbe az előadás is. Az európai kontinens talán még soha nem állt ilyen az alapdokumentumait nagymértékben meghatározó kérdésekkel szemben, mint ezekben az időkben. Eddig az ideológia, a tudomány vagy éppen az elmélet szintjén létező fogalmak, azok mennyire átültetődtek a gyakorlatba az elmúlt időszakban, és valóban szerintem senki sem számított arra, hogy a 2019-es esztendőnek egyik központi témája lesz, hogy egy centralizált föderalista, vagy egy a szuverén nemzetállamokat megerősítő, ha tetszik, konföderalista szemléletmód lesz erősebb az Európai Unióban. Ahhoz, hogy itt erősödésről beszélhessünk, természetesen nagyon fontos, hogy a döntéshozók milyen irányba tekintenek. Ebből a szempontból is jelentősége van nyilvánvalóan az Európai Parlament összetételének is, de természetesen ősszel a bizottság is tagokat, illetve vezetőt kap. Új biztosi kollégium lesz tehát, illetve az Európai Tanács is egy új vezetőt fog az élén tudni. Ennek tehát óriási jelentősége van, hogy a testületek élén helyet foglaló személyek
milyen irányt kívánnak szabni az Európai Uniónak, ugyanakkor azt mindenképpen le kell szögezni, hogy még mindig egyfajta tanácsközpontúság jellemzi ezt a Jacques Delors által meghatározhatatlan politikai objektumot, amelyet, vagy entitást, amelyet Európai Uniónak nevezünk, tehát az állam és kormányfők vezette testület dönt a legfontosabb kérdésekről. Abban az esetben, hogyha ezt a jogosultságot kicsavarják ezen testület kezéből, akkor meggyőződésem, hogy káoszba fordul ez a bizonyos jogi személy, amely egy szupranacionális testület, és amelyet egyébként az alapító atyák azért hozták létre, hogy bizony a béke, a prosperitás, a gazdasági fejlődés közössége legyen, ne pedig egy birodalom, amely birodalmi logika mentén működik. Itt azért egy lábjegyzetet tegyünk, tudjuk, ismerjük, hogy és történelmi tapasztalataink vannak, hogy a birodalmak hogyan végződtek, és hogyan alakult a sorsuk Európában. Lomnici Zoltán szerint vagy a belső erők konfliktusa, vagy a kontinens külső határait érintő hatás vezet majd el oda, hogy újra gondolják az unió jövőjét. Szinte történelmi hangulatba kerülünk megint csak, minthogyha itt az lenne a kérdés, hogy az uralkodók visszája, vagy éppen a barbárok támadása az, amelyik megdönti ezt a közösséget. Most jelen formában ugye arról beszélhetünk, hogy van egy külső nyomás, amely elsősorban itt tegyük első helyre egy migrációs jellegű, de ne hanyagoljuk el azokat a külső nyomásokat sem, amelyek gazdasági jellegűek. Gondoljunk csak példaképpen az Egyesült Államok újfajta protekcionista gazdaságpolitikájára, amely védővámok bevezetésével erőteljesen sújthatja az európai gazdaságot. A belső visszályok pedig azt hiszem, hogy tetten érhetőek. Itt, ha leegyszerűsítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a centrális Európai Unió, egy központosított Európai Unió létrehozásában érdekeltek, és az önálló erőszuverén nemzetállamok megerősítésében, továbbélésében érdekeltek, csaptak össze, illetve folytatnak küzdelmet ebben az évben is, illetve folytattak az elmúlt években. És mivel itt a kohézió az egy fontos elv kellene, hogy legyen, az együttműködés, az egy fontos érték kellene, hogy legyen. Ezen túlmenően például a szubszidiaritás, ami azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdéseknek nem is csak a tanácsban, az állam és kormányfők testületében, hanem helyi szinten kell eldőlniük. Nos, hogyha ezek az elvek meggyengülnek, vagy hova tovább megszűnnek, felmorzsolódnak, akkor bizony itt már nem beszélhetünk valóban arról a közösségről, amelyet lefektettek, amelynek a fundamentumait letették az alapító atyák. A következőkben az érettségi vizsga elnökök felkészítéséről lesz szó. Már be is fejeződtek az idei érettségi írásbeli vizsgák, de ezt megelőzően a kormányhivatal hatósági főosztálya tájékoztatót szervezett vizsgaelnökök részére. A rendezvényen szó volt a jogszabályi háttérről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól is. A lényeg ezeknek a továbbképzéseknek az, hogy felhívjuk a figyelmüket a jogszabályi változásokra, megosszuk velük az elmúlt évek tapasztalatait, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy főként a gyakorlati megközelítés az, amit ők hasznosnak ítélnek. Mi a feladata egy érettségi elnöknek? Mire kell neki felügyelnie, figyelnie? Az érettségi elnök ilyenkor kicsit kilép a pedagógus feladatkörből. Alapvetően ők szinte kivétel nélkül aktívan középiskolában tanító tanárok, akik viszont érettségi elnökként a közigazgatás területére merészkednek, és államigazgatási feladatot látnak el. Ők maguk nem vizsgáztatnak, tehát nem feladatuk a tartalmi megítélésre a vizsgának, ellenben nagyon fontos feladatuk az összes jogszabályi előírás, korlát figyelemmel kísérés, szükség esetén, ha úgy látják, hogy ezek betartása nem történik meg maradéktalanul, akkor felhívni erre a figyelmet, vagy akár további intézkedést is kezdeményezni. Erre szerencsére a megyénkben még soha nem volt szükség. Hogyan lehet jelentkezni? Hogyan lehet valaki érettségi elnök?
Érettségi elnöknek pályázat útján lehet jelentkezni. A pályázati felhívást az oktatási hivatal teszi közzé a honlapján, hozzájuk is futnak be a jelentkezések. Különböző kritériumoknak kell megfelelni, említettem már, hogy középiskolai tanárokról van szó, tehát bizonyos pályán eltöltött idő is feltétele ennek, valamint egy 30 órás akkreditált érettségi elnöki továbbképzés elvégzése is. Felkészülést igényel mindenképpen. Én magam nagyon sokszor várom, hogy kapok-e megbízatást, szeretek betekinteni más iskolák életébe is, hiszen azon túl, hogy érettségi elnökként jelen vagyunk egy érettségén, azért bepillantást nyerhetünk egy másik iskola mindennapjaiba, a diákok helyzetébe, tanár kollégákkal beszélgethetünk, nagyon sokat épít az ember életében. És ezek a tájékoztatók, amelyek itt a kormányhivatalban zajlanak, mennyire segítenek a feladatellátásban? Igen, minden évben érdemes részt venni ezeken a felkészítőkön, és kötelező is 5 évente minimum 3 felkészítőn jelen lenni. Nagyon sűrítetten, tényleg a lényeget kiemelve kapjuk meg a legfontosabb információkat. Természetesen emellett ismét elő kell venni a jogszabályokat, a törvényt, újból átnézni, de mindig ad egy lendületet, hogy hol is kezdjek neki, mire figyeljek az idei tanévben leginkább. Nagyon sokat számít. A magazint a Közlekedési Kultúra napján készült beszélgetéssel folytatjuk. A megyeszékhelyen első alkalommal rendezték meg a Közlekedési Kultúra napját. A szemléletformáló rendezvény keretében többek között interaktív gépjármű bemutató is volt, melyen részt vettek a megyei kormányhivatal munkatársai is. Mi jellemzi a közlekedési kultúrát Magyarországon? Türelmesebbek vagyunk, egymásra odafigyelünk egymásra, és hát gyorsult is ezáltal a közlekedésünk. Persze természetesen van még mit tennünk ezen a területen is. Én azt hiszem, hogy a nevelés ebben a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy az életünket végigkíséri, és ezt már gyermekkorban el kell kezdeni oktatni. Igen, a főosztály mit tud tenni a közlekedési kultúra fejlesztésével mondjuk itt a megyében? A közlekedés számos területén napi szinten jelen vagyunk, úgy a járművek közlekedése, úgy a vezetői engedélyek megszerzése, természetesen ez korábban volt igazából jellemző, ez 2019. január 1-től átkerült egy non-profit szervezethez, de továbbra is az indulházúton van. Úgy a közlekedési engedélyek kiadásában, és úgy az utak, azon a pályán, amin közlekedünk, azoknak az engedélyezésében, és azokban az egyeztetéseken, amelyeken kialakulnak ezek a koncepciók. Ez egy érdekes autó, amiben most ülünk. Mire szolgál? Ez egy közúti ellenőri jármű. Kollégáim napi ellenőrzések során használják őket. A közúti forgalomban résztvevő járművek ellenőrzésére használjuk, főként tehergépjárművek és autóbuszok megállítására, illetve az azzal kapcsolatos ellenőrzési feladatok elvégzésére szolgál. Mint látható, belül egy iroda van kialakítva, kollégáim az út mellett itt végzik azokat az adminisztratív tevékenységeket, amelyek az ellenőrzési feladattal együtt járnak, illetve, mint látható kint, olyan mobil mérőeszköz és vizsgálóállomás áll rendelkezésünkre, amelyek a járművek műszaki szempontból is meg tudjuk vizsgálni. Gépjárművek műszaki állapota javult-e valamelyest? Hát elmondható, hogy az elmúlt 10 évben körülbelül megduplázódott azoknak a járműveknek a száma, amelyek éves szinten műszaki vizsgát tesznek, és hogyha azt látjuk, hogy a családokon belül is megnövekedett azoknak a járműveknek a száma, amelyek üzemeltetésre kerülnek, hiszen most már nem egy, hanem kettő, sőt van, ahol 3 autó is van. Én azt hiszem, hogy egyre inkább hangsúlyossá válik az, hogy milyen műszaki állapotban közlekednek. A 2018-as statisztikák alapján el tudom mondani, hogy több mint 5000 járművet ellenőriztek a kollégáim közlekedésbiztonság szempontjából. Ennek körülbelül a néhány százalékát, 3,2%-a volt az, amelyek során valami hiányosság került feltárásra. Természetesen ez nem teljesen tégépet tükröz, hiszen ennél jóval több olyan autó is közlekedik sajnos útjainkon, amelyek nem megfelelő műszaki állapotban vannak. Gondolok itt főként külföldi állampolgárok tulajdonában lévő és tranzitforgalomban közlekedő járművekre, de azt hiszem, hogy a cél nem lehet más, mint a közlekedés biztonság javítása, és a hatóságnak ebben kiemelt szerepe van. A következőkben a tószegi diákok kormányablak látogatásáról szólunk.
Pályaválasztás előtt álló fiatalok látogattak a szolnoki járási hivatalban. A tórsági diákok a Szakma Szerda elnevezésű program keretében ismerkedtek a kormányhivatal, és ezen belül a kormányablak munkájával, szolgáltatásaival. A tórsági diákok a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szakma Szerda elnevezési programjának keretében ismerkedtek a területi közigazgatásban meglévő munkakörökkel. A fiatalokat a megyei kormány megbízott köszöntötte, és arra biztatta őket, hogy minden, ami érdekli őket, kérdezzék meg. Kérdezzetek, nagyon sokat kérdezzetek, mert akkor tudtok teljes képet majd arról, hogy esetleg, ha a jövőtöket egy ilyen szervezetben képzelitek el, akkor mit is kell majd pontosan csinálnatok, és milyen képesítéseket, milyen tudást kell majd megszerezni ahhoz, hogy ebben a hivatali rendszerben tudjatok érvényesülni, és tudjatok majd munkát találni. Nagy Zsuzsanna főosztályvezető tájékoztatója után a diákok a kormányoblak szolgáltatásaival ismerkedtek. Sokan személyigazolványt szeretnék kérni. 14 éves múltam el, és Erdélybe szeretnék ugye utazni a nyáron, és sajnos lejárt a személyigazolványom 3 nappal ezelőtt, és meg szeretnék csinálni egy újat. Ez egy kiűzés munkállomás, tehát itt tulajdonképpen nyílt internettel rendelkező munkállomás, ami az asztalon található az a tablet, amin az ügyfélhívó működik, és ezen van a tudástár. Igazából nyilván a bélyegzők, a telefonszám, némi kis puska, mert ugye több mint 2500 ügyfélben elég nehéz egyszerre otthon lenni. A fiatalok több mindent kipróbáltak a kormányoblak szolgáltatásai közül. Sorszámot húztak, majd személyi igazolványt igényeltek. A vezetői engedélyhez, útlevélhez, személyigazolványhoz, illetve azokhoz az okmányokhoz, ahol kell illetnyomatot kell vételezni. És megismerkedtek a fotófülkével is. Ide nézzél a kamerába. De talán a legnagyobb sikert az új lenyomat leolvasó aratta. Bal kezed mutatóját tedd rá, jó? Bal kezed mutatóját tedd rá. Lejöttünk ide a kormányablakba, ahol ügyeket intéztet, és ezek a forgalmi, meg ilyen autós dolgok voltak a legérdekesebbek. Ez egy nagyon jó hely, munkahely, és nagyon kedvesek lehetnek a munkatársak is, és a közeljövőben szeretnék így dolgozni. Ez a nap mindenki számára hasznos volt, ha többen nem is választják majd ezt a foglalkozást, de egy tény. Már sokkal magabiztosabban intézik aktuális ügyeiket a kormányablakban. Most pedig a megyei kormányhivatal esemény összefoglalója következik. €15,6 milliárd fejlesztik a Tisza árvízvédelmi rendszerét Szolnok és Csongrád között. Dr. Berkó Attila megyei kormány megbízott elmondta. A projekt eredményeként a folyó térségében élők személyi és vagyonbiztonsága nagy mértékben megnő. A két megyét érintő projekt várhatóan 2021 végére készül el. Újabb szakaszához érkeztünk a kormányhivatalt érintő családvédelmi intézkedéseknek, emelte ki dr. Berkó Attila a kormányablakban dolgozó munkatársak részére szervezett konzultáción. A kormány megbízott hozzátette. A július 1-től életbe lépő családvédelmi akciótervvel kapcsolatban a munkatársak részére tájékoztatót és konzultációs lehetőséget biztosítanak a még eredményesebb felkészülés érdekében. A mentők napja alkalmából a szolnoki mentőállomáson dr. Berkó Attila megyei kormány megbízott ajándékkal köszönte meg a mentőtisztek munkáját. Ezzel műsorunk végére értünk, legközelebb friss adással egy hónap múlva jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket a következő alkalommal is. Viszontlátásra!